Sziasztok! Az adventi ajándék workshopomnak az első részét láthatjátok, melyben olyan dolgokat szeretnék bemutatni nektek, olyan egyszerű szépségápolási trükköket, amelyeknek a hozzávalóit mind-mind a konyhában, vagy nagyon könnyen beszerezhető helyen megtalálhatjátok. Az első ilyen ötletem az volt, hogy fontos, hogy karácsony előtt, meg karácsonykor, meg szilveszterkor szépek legyetek, persze utána sminket le kell mosni, és hát nem mindegy, hogy mivel mossátok le. A világ legegyszerűbb sminklemosóját fogom nektek most megmutatni, amelyhez összesen kettő hozzávaló szükséges, illetve ez a kis tégely. Ez bárhol most már könnyen beszerezhetitek, lehet kapni ilyen kis egyszerű tégelyeket. Fontos, hogy a vége ilyen kis pumpás legyen, tehát hogy nem sprés, hanem egy lukon jöjjön ki a olaj majd belőle. A másik hozzávaló, itt nekem desztillált víz van. Most desztillált vizet minden drogériába kaphattok, illetve ha nincsen otthon, és gyorsan szeretnétek ezt elkészíteni, akkor a legegyszerűbb, ha felforraltok vizet, és kicsit visszahűtitek, és utána azzal tudtok dolgozni. Én most olajként jojoba olajat fogok használni, mert ez nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus a bőrnek, minden bőrtípusnak kiváló. És még egy ötlet itt a sminklemosásnál, ezek az egyszerű öko, bio, horgolt sminklemosó pamacsok, ezeket az én lányom horgolta. Érdemes kipróbálnatok, akár a kislányok is most már ügyesen meg tudják ezt horgolni. Nem kell eldobni, könnyen ki tudjátok mosni, és újra hasznosítható. Na, és akkor mutatom, hogy hogy készítsétek el. Tehát van ez a kis tégelyetek. Én most próbáltam egy ilyen kis kiöntős kis edényt keresni, hogy ne ügyetlenkedjek itt ennek a kiöntésével. Beleöntök egy kb. A háromnegyed részéig desztillált vizet. Jó, tehát így ennyi desztillált víz van benne. Vagy ha nincsen, akkor ugye mondtam, ez a forralt vizetek. És akkor lehet beletenni az olajat. Így mondjuk így még egy picit. Na most ugye rögtön látjátok azt a tulajdonságát az olajnak és a víznek, ugye kémia órán megtanultuk, hogy ezek nem vegyülnek egymással, és nem is kell akkor most megijedni, hogy jaj, ez hogy fog akkor működni, mert ez mindig így fog működni, normál esetben így fog állni, de amikor te használod, akkor így fölrázod, összekeveredik, és ilyenkor fújjatok rá egy pár cseppet, vagy erre a horgolt sminklemosó korongra, vagy egy normál vatta korongra, és már is könnyedén le tudjátok mosni az ünnepi sminket. És ami még nagyon jó ebben a kis trükkben, hogy sokkal egészségesebb, környezetbarátabb ez a fajta sminklemosó, mint a bolti. Nincs benne semmi adalékanyag, ahogy láthattátok, és a bőrötökkel is tök jót tettetek. Boldog karácsonyi készülődést kívánok nektek!